A 2021 végén elhunyt Kósa János évtizedekig dolgozott a női labdarúgásért Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Tavaly tisztelettek először egy tornával a szakember emléke előtt, az elmúlt vasárnap pedig ismét lánycsapatok futballoztak a Filófoci csarnokban. A megyei bajnokságunkat ugye leányú 18-as korosztályba írtuk ki, itt van a legtöbb egyesület, 9 csapat is, az ő részükre írtuk ki ezt a tornát, és a 9 sportegyesületből 6 jelentkezett, 7 csapattal, hiszen a Balmazújváros az a tavalyi évhez hasonlóan idén is 2 együttest hozott, úgyhogy kettészette a csapatot. Összességében mondhatjuk azt, hogy megyei bajnokság, de ugye van Hajdú-Bihar megyéből pont Balmazújváros, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Cigány, tehát igazából a vármegyei bajnokságunk 3 megyét is felölel. Felnőtt szinten ugyan nincs már bajnokságunk egy jó pár éve, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen több megyei csapatunk is NB-s osztályban szerepel felnőtt szinten, így a legügyesebb lányoknak is van lehetőség megmutatni magukat. Viszont utánpótlás szinten az U18 mellett U16-ba is van egy ilyen tornarendszerű bajnokságunk, és hát nyugodtan mondhatom azt, hogy évről évre egyre erősebb a mezőny, egyre ügyesebbek a lányok. Látható az, hogy bárhol a vármegyében, ahol foglalkoznak lányokat, tényleg foglalkoznak velük, fejlődnek, tudatosság látszik bennük, és nagyon sokan kerülnek fel Budapestre, akár Nyugat-Magyarországra, több korosztályos válogatott is van, úgyhogy elég jó szinten őzik itt a sportágot. A második Kósa János emléktornát végül a Balmazújváros fehér csapata nyerte a Balmazújváros kék csapata előtt. A harmadik helyen a nagydobosi Elese végzett. Az elmúlt hét végén a nagypályás férfi csapatok számára is elindult egy felkészülési torna. Van egy olyan foci torna Nyírbátor és Csengeri központtal, ahol ugye a nagypályás csapatok részére, megye 1, megye 2, megye 3-as csapatok részére írták ki. Az úgynevezett cipőraktár kupa is ott a játékvezetői küldés, illetve a játékvezetői díj jelentős mértékének az átvállalásával tudjuk támogatni. Ez már ezen a hétvégén elindult a megye első osztályú csapatok részére, és a megye 2-es, megye 3-as csapatok később kapcsolódnak majd be. Az MLS vármegyei igazgatósága ebben az évben is megrendezi február végén a szövetség kupát, amelyen a futballban futballért dolgozókból összeállított együttesek lépnek pályára. A tornán győzelmi eséllyel indul majd a játékvezetők csapata, amely az év első hétvégén Veszprémben 20 együttes között bizonyult a legjobbnak. A Sípmester Fesztivál 17. alkalommal rendezték meg, és nyugodtan mondhatom, hogy történelmi győzelmet aratott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye játékvezetői válogatottja, hiszen még sosem nyerték meg ezt a tornát. Most sikerült. 5-6 évvel ezelőtt volt egy második helyünk, volt egy elődöntős helyezésünk, de torna győzelmünk még nem, úgyhogy mindenféleképpen gratulálok a srácoknak, és mindent megmutat, hogy milyen magabiztosan nyerték meg, hogy a 7 mérkőzésen egyetlen egy gólt se kaptak. A vármegyei futballhoz kapcsolódó hír, hogy hétfőn megnyílt a téli átigazolási időszak, amely február 14-én éjfélig tart. A felnőtt és valamennyi utánpótlás korosztályban, labdarúgó és futszál szakákban átigazolni csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz.